és utána dobja ki azonnal a labdát, mert hogy Mezgráni előtt egy hatalmas terület nyílott, Madrihár nem ér vissza védekezni, Mezgráni bevihette a 16-oson belőre, ott a visszagurított labda, és vezet a Honvéd gazdag góljával. Azt nem tudom, hogy gazdag Dánielnek ez a rúgása, ez mennyire volt tudatos, vagy csak véletlenül találta el így, egy villámgyors kontrát követően. Dicsérjük meg Lefkovicsot, aki észrevette, hogy Mezgráni megjátszható, aki végigvitte a labdát, és gazdag ott kérte el, már-már panyenkásan nyújt alá. Őszintén szóval nem tudom megítélni, hogy ez most direkt csinálta-e így, vagy pedig véletlenül sikerült, de szerintem inkább véletlenül. Előtte fölpattant a labda, de szerencsésen ért végül hozzá,